Jubileumi évkönyv bemutatóval és a 40 év 40 tárgy című időszaki kiállítással ünnepelte 40. születésnapját október 20-án a Bihari Múzeum. A rendezvényen a 40 éves intézmény működéséhez kötődő volt munkatársak, igazgatók tartottak előadásokat. Köszöntőt Muraközi István mondott, aki beszédében hangsúlyozta, a város kulturális és művelődés életében nagy szerepet játszik a rendkívül aktív múzeum, hiszen mostanra már a különféle rendezvényeivel és kiállításaival megnyitott a kapuit a város és a térség polgárai előtt is. Kála Irén úgy fogalmazott, a múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódva ebben a hónapban számos rendezvényük volt már, de a mostani különlegesebb, mint a többi. Most egy különleges az idei, hiszen 1974. október 17-én nyitotta meg kapuit a Bihari Múzeum, tehát pontosan 40 éve. Néhány nappal ezelőtt a számon napokon a nagy közönség felé mutattuk ezt a jubileumot, és próbáltunk műtárgymásolatokkal, kipróbálható, felpróbálható viseletekkel, társasjátékokkal és minden érdekes dologgal, gyűjteménygyarapításra felhívó akcióinkkal a sportcsarnokban megmutatni a Bihari Múzeum tevékenységét. A mai nap folyamán a szakmának, a partnereinknek, a múzeumi kollégáknak, a különböző múzeumból érkező kollégáknak, a városi intézmények vezetőinek, a baráti köré tagoknak, és mindazoknak, akiket érdekel a múzeum tevékenysége, azokat várjuk, de a régi dolgozókkal együtt, hiszen próbáltuk összegyűjteni az elmúlt jó néhány évtizedben kik dolgoztak még itt a Bihari Múzeumban, azokat mindenkit meghívtuk, és szeretnénk így velük együtt közösen ünnepelni egy kiállítás megnyitóval 40 év 40 tárgy, amit ha az ember megy a teremben, akkor nem biztos, hogy 40-et fog találni, hiszen 40 tárgycsoportban maradtunk végül is, de nem tudtuk leszűkíteni a 40 évet 40 darab tárgyra, ami jellegzetes, de így 40 tárgycsoporttal a múzeum valamelyik gyűjteménye meg tud jelenni, az ásványtól a képzőművészeti gyűjteményen keresztül az irodalmi, a történeti, a néprajzi gyűjteményen keresztül, és a fotótár is megjelenik a kiállításban. És a mai nap folyamán jelenik meg a legújabb múzeumi évkönyvünk, és ennek a bemutatója is ma lesz. A valamennyi új kolléga írt a kötetbe, és azok a korábbi partnerek, és ezt szeretnénk most a nagy közönség mellett a szakmának is elétárni. Az elmúlt 3 év eredményeit összefoglaló gyűjteményes kötetet a múzeum évkönyvét Kolozsvár István kulturális menedzser mutatta be. Nagyon jól illeszkedik a sorozat korábbi darabjaihoz, tehát követ egy hagyományt, ami a formáját, szerkezetét illeti, de mindenképpen ki kell emelni azt, hogy ez egy nagyon gazdag, minthogyha érezték volna a szerzők és a szerkesztő azt, hogy itt egy különleges alkalom ez a mostani, amire ez megjelenik, hiszen mind terjedelmében, mind pedig műfaji összetettségében az eddigiek közül a legterjedelmesebb és a legváltozatosabb, régészettől, irodalomtörténeten át a történeti néprajzi tanulmányokig minden megtalálható benne, és a múzeológia fejezet 3 írása is egyben szolgálja az emlékezést, emléket állít olyan elődöknek, akiknek sokat köszönhetünk, abban is, hogy ez a múzeum ma itt áll, illetve egy összefoglaló írás pedig az elmúlt 3 évre fókuszálva azokat az új változásokat, azokat az új helyzeteket mutatja be, amivel szembesülnie kellett az intézménynek is, az új fenntartójának is, és hogy hogyan tudták ezt közösen megoldani, illetve hogyan tudott az intézmény így is fejlődést produkálni, nagyon jó kivehető belőle. A Bihari Múzeum 4 évtizedes fejlődését Vészat Mári Ibolya ismertette, aki, mint fogalmazott, az alapítástól kezdve részese volt a múzeum történetének és életének. A Bihari Múzeum alapítása 1974-ben tulajdonképpen abba az országosan is végbement folyamatba kapcsolódott be, ami mindenhol tapasztalható volt, miszerint a kisebb településeken, nagyobb városokban már meglévő kis helyi gyűjteményeket igyekeztek mielőbb múzeumokká átalakítani, múzeumokká szervezni. Az a 1974-es év, amikor a Bihari Múzeum is a Kossuth utca 36 szám alatt 4 pici kis helyiségben megkezdte munkáját, egy másik múzeum megnyitását is hozta, nevezetesen a Balmazújvárosi Helytörténeti Múzeumét. Amikor a Bihari Múzeumra gondolok, nekem az elmúlt 40 évben legelső helyen az örökös és folytonos költözködés, költöztetés jut elsőként eszembe, ugyanis a raktári anyagot végképp nem tudta a múzeum sehol tárolni. Volt egy olyan kezdeti első időszak, ami ehhez az épülethez kötődik. Az első időszak legnagyobb érdemének én azt látom, hogy rögtön, kezdettől fogva a múzeum munkáját, a múzeumot bevitték a köztudatba. Nagyon fontosnak tartották Héti Zoltán vezetésével már a tudományos központ szerepét,
P alakítását a múzeumnak. A Bihari Múzeum évkönyve, a Bihari dolgozatok már a 70-es években megindult, és ez azóta is folyamatosan létezik. A második időszakot az új épületbe költözés jelenti, ahol olyan csodálatos lehetőségek adódtak a fejlesztésre, egyáltalán a múzeumanyag elhelyezésére csodálatos raktárakat sikerült kiépíteni az emeleti szinten, sőt még a tetőtérbe építése révén is. Egy olyan intenzív fejlesztés és fejlődés lehetőségét adta meg ez az új épület, amivel éltek is a múzeum munkatársai, közművelődési programok, múzeumpedagógiai programok egész sorát indították be és adnak helyet a múzeumban. A jubileumot ünneplő rendezvény közönségét köszöntötte még és osztotta meg az intézménnyel kapcsolatos gondolatait dr. Csatári Bálint, városunk díszpolgára, geográfus, egyetemi oktató és Császi Irén, egykori múzeumigazgató.